Egyrészt azért tartottuk fontosnak ezt a demonstrációt, mert ez nem csak a pedagógusok melletti szolidaritás, hanem a jövő érdekében tett segélykiáltás is. És ugye van ennek a demonstrációnak még egy fő fontos üzenete. Nagyon sok helyen a bértárgyalások ugyan megkezdődtek, de nagyon alacsony bérajánlást kaptunk a cégektől. És ez is egyfajta szolidaritás, illetve egy előre demonstráció annak érdekében, hogy minél sikeresebb bértárgyalások legyenek 2022-re. Igen, és egy másik kérdés, az gyakori jelenség, hogy a még elégséges szolgáltatást úgy próbálják meghatározni, hogy az valójában teljes szolgáltatás legyen, ugye ugyanezt láttuk a légirányító sztrájkjánál. Így van, ez egyébként elfogadhatatlan, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb abban az esetben, hogyha a választások bármilyen eredményt is hozzanak, hogy az új parlament hozzányúljon a sztrájk törvényhez, és ezt az ellehetetlenített sztrájk helyzetet, vagy sztrájk jogot, ami most van, azt mindenképpen módosítani kell.